A zsidókhoz írt levél, 12. rész. Jézus a hit szerzője és beteljesítője. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. A fenyítés Isten szeretetének jele. Mert a bűn ellen való harcban még nem ontottátok véreteket, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfett mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell -e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk, mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Az első pillanatban ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Senki el ne távolodjék Isten kegyelmétől. Ezért tehát a lankat és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűség gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szúzatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot. Még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el, és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élőisten városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak hegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk. Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri, még egyszer megrendítem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok, megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és félelemmel, mert a mi Istenünk emésztő tűz.